Istennek hálát adunk, immár azokért a kedves testvéreinkért, akik elmentek a mindeni jövő útján. Engedjük, hogy Isten igéje vigasztaljon, bátorítson és erősítsen minket. Isten tiszteletünk kezdetén hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Három darabot fogunk hallani, ott a messze földön Jézus hívbár zúgmorajlik, illetve ki Istenének átad minden. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyától, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Énekeljük, kedves testvérek, fennállva a 23. Zsoltárunk első versét. 23. Zsoltárunk első versét énekeljük. Az Úr én nékem őriző pásztorom. Oh.
Akihez imádkozhatunk.
mert ő nem a vesztünket akarja, hanem azt, hogy minden ember üdvözüljön. Istenünk, hozzád jövünk most ezen a vasárnapon is, reformációt ünnepelve, vagy gyászsal a szívünkben. Hozzád jövünk és szeretnénk mi is megtapasztalni, hogy Te vagy az oltalom. Te vagy a végasz és reménység forrása. Hozzád jövünk, mert szeretnénk újjászületni. Szeretnénk, hogyha az életünk megreformálódna, és egy jobb irányt venne életünk, gyülekezetünk, családunk, egész életvitelünk. Szeretnénk, hogyha felfrissülne a lelkünk a tőled jövő igé által, a szent lelked által. Szeretnénk úgy hazamenni majd az Isten tiszteletről, mint akik lelki útra valót kaptak, mint akik többek lentek azáltal, hogy idejöttek. Te tudsz bennünket meggazdagítani, Istenünk, hát fordítsd felénk a Te orcádat. És miközben emlékezünk, hálát adunk református őseinkért, miközben hálát adunk elhunyt szeretteinkért, megköszönve azokat a testi lelki javakat, amelyeket tőlük kaphattunk. Miközben emlékezünk a gyász forradalmában, kérünk, Te fordítsd felénk az orcádat, és légy egészen közel hozzánk. Nézd bele szívünkbe, lelkünkbe, és add meg azt, amire szükségünk van. Légy igazi oltalom, légy igazi felfüssülése egész életünknek. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, légy közel hozzánk az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az ige meghallgatására készülve a 23. Zsoltár második versét énekeljük, és közben elbocsátjuk a gyermekeket gyermekisten tiszteletre. 23. Zsoltárunk második versét énekeljük, ha a halál árnyékában járnék is, de nem félnék
Amikor megteremtette Ádámot és Évát, akkor nem volt szükségük könnyekre. Hiszen ott voltak az Éden kertjében, ahol boldogság, öröm volt az osztály részük. Örültek annak a sok jónak, amit Isten teremtett nekik. Egészen addig a pillanatig, amíg ellen nem szegültek az Istennek, és ettek arról a fáról, amiről nem lett volna szabad, és így halandókká váltak, és el kellett hagyniuk az Éden kertjét. És miközben jöttek ki az Éden kertjéből, és egymást vádolták, Ádám Évát, Éva Ádámot, hogy ki hibázott, ki evett hamarabb a fáról, ki volt a gyengébb, és engedett a gonosz kísértésének. Miközben így egymásra kiabáltak és egymást vádolták, az Isten még utánuk fordult, rájuk lehelt, és ekkor az ő kiabálásuk elhallgatott, és helyette elkezdtek potyogni a könnyeik. Isten így teremtette a könnyeket, írja az egyik író. Azért, hogy amikor az emberben fájdalom van, akkor azt kimossa a lelkünkből, hogy ne egymást vádoljuk, ne egymásra kiabáljunk, ne egymást hibáztassuk, hanem az, ami bennünk van, azt könnyek formájában is kiadjuk és oda tegyük az Isten elé. És milyen érdekes, testvérek, még egy érdekesség, hogy azt mondják a tudósok, hogy minden könnyünk az más. Más olyan sírunk akkor, amikor örülünk, és örülünkben sírunk, más olyan sírunk akkor, amikor gyászolunk, és más olyan sírunk akkor, amikor valamivel megbántanak bennünket, és szomorúságunk van. Hát azt mondják a tudósok, hogy akkor a könnyeinknek az alakja és az összetétele más és más. Más, amikor örömben könnyezek, és más az, amikor valakit síratok. Más a könnycsepp, alakja, formája, összetétele. Mert talán ott van benne, abban az apró kicsi cseppben, ott van az a sok-sok minden, ami a lelkemben, az én szívemben van. Mi volt a legutolsó, ami miatt talán könnyeztél ezekben a napokban? Ha egy tudós felvette volna, egy kis mikroszkóp alá tette volna azt a könnycseppet, mit talált volna benne? Ezekben a napokban talán voltak örömkönnyeid, mert hazajött a gyermeket, hazajött az unokád, megölelhetted őket, vagy éppen az őszi szünet örömteli perceit töltötted együtt, egy kirándulás alkalmával a családoddal, és örömödben a hála jeleként megjelent egy könnycsepp. És abban a könnycsebben talán benne volt minden. A gyermeked arcvonása, a hitves társadnak a szeretete, a szép őszi idő, mindaz, amit kaptál, ami miatt boldog vagy. Vagy valami más miatt gördült egy könnycsepp az arcodra. Mert ha megvizsgálta volna és mikroszkóp alá tette volna egy tudós, akkor lehet, hogy ott látta volna a félelmedet egy előtted álló kezeléstől, egy műtéttől, vagy a kudarcodat, amit munkahelyen éltél meg, vagy a környezetednek a támadása, ami körbevesz, az embereknek a gáncsoskodása, a kicsinyeskedése, talán mind-mind belesűrűsödött egy-két könnycsebbe. És ezekben a napokban, amikor halottak napja közelettével elmegyünk a temetőkertbe, amikor megemlékezünk szeretteinkről, akkor nem is kérdés, hogy talán kik lehetnek a mi könnycseppjeinkben, kiknek az emlékképje, kiknek az arcvonása rajzolódhat ki, mert hiányzik, mert emlékezik rájuk. Sok mindent rejtenek ezek a könnycseppek, amiket elmorzsolgatunk a napjaink folyamán, a hetek, az évek múlásával. A kérdés az, mit tudunk tenni ezekkel a könnycseppekkel. Mert felfakadnak, mint valami források a szívünknek, a lelkünknek a legmélyéről, bizonyos szempontból hoznak egy tisztulást, egy megnyugvást, de életünk nagy kérdéseire önmagában a sírás nem megoldás. Több mint 500 évvel ezelőtt nagyon sokan sírtak.
Sírtak a középkori emberek, mert nem láttak reménységet. Azt látták, hogy az egyház gazdagszik, az egyház növekszik, a papok beszélnek, de mi garancia van arra, hogy nekik örök életük van, nekik boldogságuk van, nekik helyük van a mennyországban? Mi a garancia arra, hogy van egy Isten, akinek ők fontosak? És ekkor több mint 500 évvel ezelőtt Luther Márton, mi református hősünk is, majd a továbbiak is, Kávin János Svájcban, vagy Magyarországon, Lériusz Juhász Péter és a többiek, mind felismerték azt a Bibliát olvasva, hogy a mi könnyeinket oda vihetjük az Isten elé. Mert van valaki, akinek fontosak a mi könnyeink, aki nem ítélkezni akar felettünk, aki nem kizsarolni akar tőlünk jó cselekedeteket vagy adományokat, hanem hogy van egy Isten, akiknek mi vagyunk az igazán fontosak. A Zsoltárok könyvében azt olvassuk az 56. fejezetben, ezt írja a Zsoltáros: te számon tartod bolyongásomat, gyűjtsd könnyeimet tömlődve, legyenek benne könyvedbe. Dávid, aki olyan sokat menekült az őt üldöző király Saul elől, Dávid, aki olyan sokszor nem értette az Isten, miért nem cselekszik, és miért nem teszi meg azt, amit megígért, valószínűleg sokat sírhatott. De azt kéri az Istentől: Uram, gyűjtsd tömlőbe, gyűjtsd össze minden egyes könycseppemet, amiben benne van minden fájdalmam, minden szomorúságom, minden gyászom, gyűjtsd össze ezeket a könycseppeket, és legyenek nálad felírva. És Isten így is tett, számon tartotta Dávidot, és majd eljött a pillanat, amikor belőle király lett, és mindenért kárpótolta őt, mintha csak valóban minden egyes könycseppét összegyűjtötte volna. Ezen a mai vasárnapon ez az a mi első vigaszunk, hogy az Isten számon tartja a te könnyeidet is. Minden egyes cseppet. Minden egyes cseppet, amit eddig ejtettél, vagy ezután ejteni fogsz, önmagadért, szerettedért, ezért a világért, gyermekedért, unokádért, házasságodért, minden egyes csepp, ami végig gördül az arcodon, amit talán senki nem lát, mert a párna issza be éjszakánként, minden egyes csepp, amit hirtelen letörölsz, csak azért, hogy a társad ne lássa, csak azért, hogy a gyerekeid, unokáid ne lássák, hogy szomorú vagy. Az Isten számon tartja minden könycseppedet, és összegyűjti, könyvében feljegyzi, számon tartja, mert neki fontosak a te érzéseid. Fontos neki a te szomorúságod, a te bánatod, és fontos a te örömkönnyel is. Feljegyzi azt is, amikor boldog vagy, számon tartja, mert neki fontos vagy. Mer így sírni az Isten előtt, mer így sírni az ő jelenlétében, tudva azt, hogy ő látja, számon tartja és feljegyzi. A másik dolog, amivel bíztat bennünket az Isten igéje, az szintén egy Zsoltár szakasz. A 34. Zsoltárban ezt mondja Dávid: közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti. Isten nem csak számon tartja a mi könnyeinket, nem csak számolgatja. Hányszor és mennyit sírtál valamiért, valakiért, vagy önmagadért. Nem csak ridegül figyeli, mint egy laboratóriumban, hogy mi történik benned, hanem együtt érzően veled van. Közel van hozzád az Isten. És ezt ismerték fel a reformátorok. Az Isten közel jött hozzánk Jézus Krisztusban, velünk van. Ha örül, ha örülünk, velünk együtt örül. Ha sírunk, velünk együtt sír. Együtt rezdül az ő szíve, együtt rezdül az ő lelke a miénkkel. Mint ahogy a gyermekével együtt sír a szülő, és együtt örül az ő sikereinek. Isten ezt nem csak számon tartja könnyeinket, hanem közel van hozzánk, közel a megtört szívűekhez és a sebzett lelkűekhez. Velünk az Isten. Jézus Krisztusban egészen közel jött ide a földre, és ő maga is sírva fakadt. Amikor ott állt Jézus Lázár az ő barátja sírjánál, és átérezte, hogy milyen nagy fájdalom a veszteség,
Milyen nagy fájdalom, hogy nem lehet ott már az, akit szeret. Ő maga is sírva fakadt. Vagy amikor előre látta Jeruzsálemnek a pusztulását, ő maga is könnyekre fakadt. Átélte, mit jelent sírni. Átélte, mit jelent szenvedni. Közel van hozzád ez az együttérző Isten. Nem egy távoli valaki, nem egy rideg valaki, aki csak számolgatja könnyeidet, hanem közel lép azért, hogy megvigasztaljon. Ne csak sírj tehát, amikor baj van, hanem keresd is őt, és vedd észre, hogy melletted van. Imádkozz, és az imádkozás során észreveszed, ő veled van. Egy történet szól arról, hogy volt egy idős bácsi, aki már nagyon beteg volt, és nem tudták, hogy mennyi ideje van hátra. Elment hozzá a lelkész, és mondta neki, hát bácsi, imádkozom minél többet, hogy a lelke békességet találjon és majd üdvözüljön. És erre azt mondta a bácsi, hogy tiszteletes úr, végig imádkoztam én az egész életemet. Annyit imádkoztam gyermekemért, unokámért, családomért, de mindig olyan nehéz volt, mert nem mindig történt valami. Sokkal könnyebb lett volna imádkozni, ha imádkozok és rögtön meg is történik, amit kérek. Nehéz imádkozni, tiszteltes úr, mert már kételkedek abban, hogy van valaki, aki meghallgatja. És el azt mondta neki a lelkész, hogy ha ez segít, akkor úzzon oda az ágyam mellé egy széket. És mindig, amikor imádkozik, forduljon a szék felé, és gondoljon arra, hogy ott ül éppen Jézus, mert azt ígérte, hogy velünk van. Hát gondoljon arra, hogy azon a széken Jézus ül, és így könnyebb lesz imádkozni. A bácsi úgy is tett, odahozta a széket, és nem hagyott fel az imádkozással, mert elhitte, hogy Jézus vele van. Sokszor mentek be úgy éjszaka a család tagjai, hogy imádkozik lámpafénynél a szék felé fordulva, az ágyon fekve. Majd egy hét múlva újra ment a lelkész, és már nem találta ott a bácsit. Elmondták a családtagok, hogy egyik reggelre úgy ébredtek fel, hogy a bácsi fejét odahajtotta a székre, és megpihent. Aki így tud imádkozni, hogy elhiszi, velem van az Isten, az oda tudja hajtani a fejét Jézus ölébe, és tudja azt mondani, Uram, én bízom benned, sőt, rád bízom az én lelkemet is, mert tudom, hogy elviszel az örökké valóságba, az örök mennyei hazába. Közel van hozzád is az Isten. Húzd oda te is a széket az ágyad mellé, és gondold azt, Jézus ott van veled, mert valóban ott van veled. Ő melletted ül, ő meghallgatja, és számon tartja könnyeidet, fohászaidat. Olvasd az ő igéjét, hallgasd az ő igéjét, és megérzed, közel van hozzád az Isten. Jézus azt mondta, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Aki beenged, azzal ott leszek. Aki kinyitja szívét, imádságos, ige olvasó szívét, az megérzi, közel van az Úr. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sedzett lelkűeket megsegíti. Megsegít téged az Isten. Te, aki megsebzett vagy, te, aki megfáradt vagy, az Isten közelsége segítséget adó közelség. És hogyan segít az Isten? Háromféleképpen, mindenképpen segít. Az egyik az, hogy a lelki sebeket gyógyítja. Erre senki más nem képes. Csak az Isten. Az Isten a testi gyógyulást is, de felhasználja az orvosokat, a gyógyszereket. Az orvosok, akik felponcolják az embert, belenéznek azért, hogy minden egyes törvényszerűséget kiismerjenek. De a lélekkel mi van? A lelket nem lehet felvágni, a lelket nem lehet darabokra szedni. Az csak azt tudja gyógyítani, aki teremtette, akinek köszönhetjük azt. Lelkünkre gyógyírt ma is Isten adhat. A sebeket ő tudja bekötözni. Amit okoztál, amit neked okoztak, a veszteség fájdalmát, és bármit, ami felsebezte a lelkedet, ő nála találhat segítséget. Közel van az Úr, és megsegít, erőt ad,
Ez a második dolog, amivel segíteni akar számunkra ezen a vasárnapon, a gyászoló vasárnapján, a reformáció vasárnapján, hogy erőt adjon. Nem bírom tovább. Hányszor mondtuk már ezt, amikor életünk keresztjét hordozzuk. Nem bírom tovább, amikor szembe kellett néznünk a veszteséggel. Nem bírom tovább, amikor harcolok ennek a világnak a divatjával szemben, és próbálom megélni református kegyességemet, és életemet hozzáigazítani nem mások véleményéhez, hanem Isten igéjéhez. Micsoda nagy küzdelem és harc ez. Nem bírom, mondhattad te is sokszor, és talán mondod ma is, de van erő. Van erő, tudod-e hol? Egyedül Jézus Krisztusnál. Ő nála, aki akkor volt a legerősebb, amikor a leggyengébbnek látszott. Amikor ott volt a kereszten, és átszegezték érted és érte, amikor oldalába döfték a lándzsát, és mindenki azt hitte, hogy ő legyőzetett, pedig akkor volt a legerősebb, mert az egész világ bűnét magára vette és hordozta az ítéletet. Azért, hogy amikor te felnézel rá, hittel, akkor megtelj erővel. Erővel, hogy hordozd mindazt, amit kaptál, ami a váradat nyomja. Az Isten nem csak lelki sebekre ad gyógyírt és így segít, nem csak erőt ad számunkra, hanem reményt is. Reményt a holnapra. Ézsaiás proféta egy olyan korszakban szólalt meg, amikor minden veszni látszott. Amikor a nép fogságban volt, az otthonaikat lerombolták, a jeruzsálemi templom robokban hevert. Merni sem remélték azt, hogy újra hazakerülnek, újra felépül a templom, újra élhetnek egy boldog életet, hogy van folytatás. De Isten mit mondott a felolvasott igében? Még összegyűltök ezen a helyen, még összegyűjtöm az én népemet, és letörlök minden könnyet a szemükről. Megvigasztalom őket, mert egy boldog jövőt készítek az ő számukra, mert van folytatás még a legmélyebb pontról is. És hazahozta népét, és újrakezdhették az életet. Még Jézust is felhozta a legmélyebb pontról a halálból. Azért, hogy bennünket is vigasztaljon gyászunkban, traumánkban, veszteségünkben, könnyeinkkel küzdve, hogy igenis van folytatás, van tovább, van jövő, mert vezet az Isten. És hogy mifelé vezet, megszólalt egy harmadik jövendőlés is a Jelenések könyvéből. Amikor János apostol előtt Isten megmutatja, hogy milyen lesz a mennyország, akkor azt mondja, ott majd az Isten letöröl minden könnyet a szemünkről. Bármilyen könny hullott is a szemedből, bárkiért és bármiért is hullaltottál könnyeket, ott az Isten mindenért kárpótol majd és megvigasztal. Egy tökéletes öröm, egy tökéletes boldogság vár ránk a feltámadás után. Egy olyan országot készített, ahol többé már nem lesz fájdalom, csak örömkönnyek jöhetnek a szemünkből. Minden könnyet letöröl majd. Mindent. Ez a csodálatos ígéret, ami felé haladunk. Ez az a csodálatos ígéret, amiből belekapaszkodva elengedjük szeretteinket, és azt mondhatjuk, nem a semmibe engedtem el őt, hanem abba az országba, ahol majd az Isten letöröl minden könnyet. Lehet, hogy sokat szenvedett, lehet, hogy sokat szenvedek, de majd Isten kárpótol mindenért. Addig is már most itt van, már most közel jön hozzád, már most azt ígéri, lelkedet meggyógyítja, erőt ad, és reményt a holnapra. Csak merj sírni előtte. Imádcsakozva, igét olvasva, a széket az ágyad mellé húzva, ránézve és benne bízva, és az ő kebbére lehajtva a fejedet, minden napon, nem csak az utolsó órában, hanem életeink minden percében. Minden gondolat és terhedet vesd ő rá, akinek gondja van rád, a
aki ma is ezt mondja, ne félj, ne sírj, mert megváltottalak, nevelen szólítottalak, enyém vagy. Amen. Isten megszólító szavára válaszolva énekeljük a 265. dicséretünk 7. versét. 265. dicséretünk 7. versét énekeljük. Ő megcselekszi végre velünk azt, ami jó. Kérünk Istenünk, hogy így erősíts mindannyiunkat, légy itt közöttünk, és add a hála szavát ajkunkra, amikor szeretteinkre gondolunk. Hálát adunk református őseinkért is, akik kiálltak az igaz hit mellett, akiket arra vezetted, hogy felismerjék a kegyelmes Istenbe vetett hitnek az erejét. Hálát adunk szüleinkért, nagyszüleinkért, akik a református hitre neveltek bennünket, lelkipásztorainkért, akik hétről hétre vezettek bennünket, mint jó pásztorok az ige útján. Kérünk, hogy légy most is velünk, hallgass meg imádságunkat. Te, aki így tanítottál imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, gyászoló vasárnapján gyülekezetünkben az a szokás, hogy az elmúlt halottak napja óta elmúlt szeretteinkről név szerint is megemlékezünk, hálát adunk az ő életükért. Ez fog most történni, Isten lelke segítségét kérve és várva. Megemlékezünk azokról, akiket ebben az esztendőben veszítettünk el. Felolvasom majd az ő nevüket, szívünkben hálát adunk az ő életükért. És mindig majd egy igeverset, vagy egy énekverset énekünk majd a 421. dicséretünkből, a 421. dicséretünk, és
soron következő belsőjét fogjuk majd énekelni. 2020. november 28-án kísért utolsó földi útjára Hajdú Zoltán kedves testvérünket, szorgalmatos Jakost, aki Isten kegyelméből 70 esztendőt élhetett. Ravatala mellett Isten vigasztaló igéje szólt hozzánk. Olvasom azt az első Korintusi Levél 15. fejezetének 20. verséből. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. 2020. december 11-én Lévai Imréné született gazdag Júlia Anna Jelena asszony testvérünket kísért utolsó földi útjára. Hálát adtunk azért a 74 esztendőért, amit közöttünk élhetett. A római okhoz írott levél 8. fejezetéből szól Isten igéje. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választott el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban. Ugyancsak december 11-én vettünk búcsút Jakics Ferenctől, aki 92 esztendőt élhetett. Prédikátor könyve 6. fejezetéből, a 6. versből szól az ige. Élhet valaki 2000 évig is, ha nem tud gyönyörködni a jóban. Ugyancsak december 11-én vettünk búcsút Szabó Lajosné született Nagy Ilona Márta asszony testvérünktől. Ravatala mellett Isten vigasztaló igéje szólt hozzánk, Timóteushoz írott 2. levél 4. fejezetéből. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Amanemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. A 421. dicséretünk első versét énekeljük. Istenünk könyörülő irgalmáért,
amellyel meglátogat minket a felkelő nap magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítson. Február 26-án vettünk búcsút Nácsa Lajosné született kis Julianna asszonytestvérünktől, ki 89 esztendőt élhetett. János evangélium a 14. fejezetéről szólt az ige. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Ugyancsak február 26-án vettünk búcsút Hangos Antalné született Ökrös Margit asszonytestvérünktől. Megköszönöm azt a 71 esztendőt, amelyet közöttünk élhetett. Jeremiás könyve 30. fejezetéből szólt Isten igéje. Én veled leszek, így szól az Úr, és megszabadítanak. Véget vetek minden népnek, akik közé szétszórtalak, de neked nem vetek véget. Megfenyítelek igazságosan, mert nem hagyhatlak büntetés nélkül. Március 5-én újra Ravatal mellett álltunk meg, amikor Széki Lajosné született, Kórik Margit asszonytestvérüket kísértük utolsó földi útjára, megköszönve a 86 esztendőt, amit közöttünk élt. Prédikátor könyve 3. fejezetéből szólt az ige. Mindennek megszabott ideje van. Megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. A 421. dicséretünk második versét énekeljük. Vettünk búcsút, ki 92 esztendőt élhetett.
Timóteushoz írott második levél negyedik fejezetéből szólt az ige. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr az igaz bíró azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Április 15-én Jónás Klaudiától vettünk búcsút, aki 24 esztendőt élhetett. Jelenések könyve 3. fejezetének 21. verséből szólt az ige. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogyan én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Május 5-én vettünk búcsút Tóth János testvérünktől, aki 66 esztendőt élhetett. A 73. Zsoltár 26. verséből szólt az ige. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Megkezdett dicséret 421. dicséret 3. versét énekeljük. Június 25-én vettünk búcsút Tiszály Ferencné született Szűcs Éva asszony testvérünktől, aki 87 esztendőt élhetett. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből szólt az ige. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanú bizonságot a régiek. Június 26-án búcsúztunk Szabó Sándor, kedves testvérünktől, aki 69 esztendőt élhetett. A 31. Zsoltárból szólt hozzánk Isten igéje. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ugyancsak június 26-án vettünk búcsút Gulyás Sándorné született, Kovács Irma asszony testvérünktől, megköszönve a 90 esztendőt, amelyet itt élhetett. A Zsoltárok könyve 90. fejezetéből az 5. és 6. versből szólt az ige. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az állam, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Július 2-án búcsúztunk Fazekas László testvérünktől, megköszönve a 65 esztendőt, amelyet itt élhetett ebben a földi világban. A jelenések könyve 20. fejezetének 11. versével vigasztal bennünket Isten igéje. És láttam egy nagy fehér trónt és rajta ülőt,
Színáról elfutott a föld és az ég, és nem maradt számunkra hely. Július 8-án vettünk búcsút Tokár Józsefné született Kocsai Erzsébet a szüntestvérünktől, 89 esztendőt élhetett, és Ézsaiás könyve 41. fejezetéből a 10. versből szólt az ige. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jogommal támogatlak. Ugyancsak július 8-án búcsúztunk Telebes László testvérünktől, megköszönve a 74 esztendőt, amelyet közöttünk élt. Rómaiakhoz írott levél 5. fejezet 8. verséből szólt az ige. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösek voltunk. A 421. dicséretünk utolsó, 4. versét énekeljük. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntjük még egyszer a gyászolók vasárnapjáron ide érkezett kedves családtagokat. És nagyon számunkra vigasztalódást ezekben a napokban, amikor emlékezünk, amikor magunkban hordozzuk a frissen, vagy éppen már régóta bennünk élő veszteség fájdalmát. Az apostoli hitvallást nem véletlenül mondjuk el ilyenkor is, és a ravatal mellett, a sír mellett is a hit tud számunkra erőt adni, tovább menni, reménykedni, bátorítani és egymást vigasztalni. Ebben a hitben, a Jézus Krisztusba vetett hitben adjon az Úristen továbbra is erőt minden kedves családtagnak. Szeretettel hirdetem, hogy a déli harangszó után emlékharang hirdeti majd Tóth Lajos halálának 13. évfordulóját, illetve Mezei Lajosné született Pete Piroska halálának 21. évfordulóját. Isten vigasztaló szeretete legyen az emlékező családtagokkal. Hirdetem, hogy gyülekezetünk megsegítésére az alábbi adományok érkeztek. Isten dicsőségére 20 000 forint, valamint 10 000 forint. A gyermekek karácsonyi ajándékjára pedig 20 000 forint adomány érkezett. Urunk áldása legyen az adakozó kedvű testvérek életén is, szeretteik életén is. Szeretettel köszönjük meg az énekelés szolgálatát. Istené legyen a dicsőség és a hála azért, hogy a hosszú járványhelyzet után újra együtt lehetünk, próbálhatunk, és hogy szolgálhatunk a gyülekezet közösségében. Isten áldja az énekkari tagokat, az ide szánt energiát és időt, az Isten adja vissza sokszor. Szeretettel hirdetem a jövő heti alkalmunkat, kedden 5 órától, hétközi áhítat, és utána énekkari próba lesz, most már átállunk a téli időszámításra, tehát 5 órára várjuk az áhítatra és énekarra a kedves testvéreket. Csütörtökön 10 órától áhítat lesz az idősek otthonában, és pénteken délután 5 órára várjuk a konfirmációs órára a fiatalokat, azokat a fiatalokat, akik más iskolában járnak, nem helyben, a hittanórán vesznek részt a konfirmációs felkészítő, hanem más településekben, mondjuk a Hajdunánásra járnak. Szeretnénk őket is készíteni a konfirmációs alkalomra. Jövő hét péntek 5 órára tűztem ki az első alkalmat. Aki tud, jöjjön, a további alkalmakat majd előre meg tudjuk beszélni, de kell egy alkalom, amikor el tudunk indulni, tehát adjuk tovább mindenkinek. És a templom előterében található egy kis szórólap, ezt kérem a hittanúsokat, hogy vigyék magukkal, és adják tovább esetleg azoknak az osztálytársaknak is, akik nem jöttek, hogy a gyülekezetünkben lehetőség van számukra is konfirmálni, attól függetlenül, hogy más iskolában és más hittanórán vesznek részt. Olvassuk, vigyük tovább és találkozzunk péntek 5 órakor az első konfirmációs alkalommal. Hirdetem, hogy egyházunk rendje szerint az október végi versenypénzünket egy nagy egyházi országos célra szoktuk felajánlani. A mai napi versenypénzünkkel a kisvárdai Tátra utcai templom építését segítjük majd. A református híradásokban, a református újságban, vagy a református honlapon, református.hu-n olvashatunk erről a templom építésről. A mai versenypénzünkkel kisvárdai gyülekezetnek a templom építő munkáját fogjuk segíteni, így adakozzunk és így hordozzuk őket imádságban. Ahogy a hirdettem, már megjelent az új református énekes könyv, a lelkészeknek már adtak is ajándékba egyet,
egy kicsit vaskosabb, egy kicsit színesen, szebb, igényesen, mint talán az eddigi megszokott. Sok új ének került benne, néhány ének kikerült ebből az énekeskönyvből. Szeretnénk a jövő évtől, hogyha Isten életet átállni erre az énekeskönyvre, és megismerkedni az új énekekkel, a régi énekeket pedig tovább visszük majd a gyakorlatban. Jelenleg még nem kapható, mert túlterhelt a monda, de szeretnénk összeérni, hogy ki az, aki szeretne az énekeskönyvet. Persze több mennyiségben fogunk vásárolni, hogy árulni is tudjuk, de hogy már most felé mérjük az igényeket, lehetőség van a lelkész hivatalban feliratkozni erre az énekeskönyvre. Ez a sötétebb verzió, és van egy világosabb, egy világos kék, hogyha valaki azt szeretné, akkor arra iratkozhat fel. Hozunk majd mindegyikből, és lehet majd vásárolni. Jó ajándék ez majd előttünk lévő karácsonyra, vagy ünnepekre, aki így szeretné meglátni szeretteit, tehát iratkozzunk fel. Szeretettel hirdetem, hogy a templom előterében a Csendes Percek legújabb kiadványa megvásárolható, illetve a Vestés és Aratás ingyenes kiadvány elvihető. Éljünk vele, olvassuk és gyarapodjunk lelkiekben. Urunk áldása legyen életünkön és gyülekezetünkön, szeretteinken egyaránt. Áldás vételre készülve a 272. dicséretünket énekeljük. 272. dicséretünket énekeljük az első kettő és az utolsó versében. 272. dicséretünk első kettő és utolsó versét énekeljük. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Thank you.
Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvástok.